Szeretettel köszöntöm Önöket, mai vendégem, színész, rendező, de hogy szabadúszóként egy hitét megvalló keresztény ember a színházi világban, hogy tud talpon maradni, rendezőként és színészként és alkotóként, arról beszéljen ő maga, a Dóci Péter, szervusz Isten hozott itt a Kávéházban. Szeretettel köszöntök mindenkit, a tévénézőket is. Téged is? Hogy lehet? Hogy lehet? Uh, ugye erről beszélgettünk már Eperjes károlyjal is, hogy aki, aki elkötelezett keresztény értékrendet valló ember, az nem tudja ketté választani, vagy szétválasztani a hitét és a munkáját. Hogyan lehet uh, ebben a szakmában, am, ami, ami egy elég kemény szakma, uh, megmaradni ilyen hosszú távon, és ilyen mondjuk, mondhatjuk azt, hogy sikeresen, mint te megmaradsz? Én csak azt csinálom, amit belülről diktál a lelkem, szívem, főleg a szívem. Azok a darabok, amikre meghívnak, az uh, arról szól, hogy elvégzem a munkámat, tudásomhoz és uh, erőmhöz mérten a legjobban. Amiket én csinálok, azoknak nagy részét én is írom és uh, olyan anyagokat választok ki magamnak, ami a kereszténységet és a magyarságot uh, fémjelzi. Ha lehet ilyen röviden összefoglalni, hogy a magyar keresztény kultúrának a uh, fémjeleit próbálom bemutatni a világban, egyrészt azért, mert uh, nagyon kevesen, uh, foglalkoznak ezzel programszerűen. Tehát, hogy konkrétan ilyen módon hozzányúlni valamihez. Másrészt kevés az időm, és akkor már olyat szeretnék csinálni, amit a magam hitéből, erejéből hozok létre, amit úgy érzem, hogy hát a Szentlélek is <laughs> támogat. És mik ezek a produkciók? Most tudom, hogy Topolyáról érkeztél meg, nem is olyan régen, néhány nappal ezelőtt, ahol egy ökumenikus konferencia is volt, amint te is részt vettél, és emellett két előadásotok is volt. Hogy, hogy éppen délvidék, és milyen előadásokkal voltatok ott? A Száz Gyökérű Szív című előadással, amely Sík Sándor életéről szól az ő munkáin keresztül. Ezt a tavaly a Szakrális Művészeti Fesztiválon mutattuk be a Bazilikában. És ehhez kapcsolódott ugye ott is egy konferencia, egy komoly flashmob, mivelhogy Sándornak egy nagyon komoly jubileumi éve volt én a tavalyi. 125. évfordulója volt a születésének, és én hajdanában 2006-ban szerveztem már egy ilyet, egy Pilinski Fesztivált, az volt a címe, hogy Virrasztás Pilinskiért. És úgy éreztem, hogy Sik Sándor is megérdemel egy ilyen napot, és Szent Misével kezdtük a II. János Pál pápa kápolnában, ami tudni való, hogy a zarándokok kápolnája a Bazilikában. Azért is választottuk ezt, mert az alapja a keresztút, Sik Sándor keresztútja. Ennek az egész színdarabnak, vagy összművészeti produkciónak inkább úgy nevezném ahol ugyanolyan fontos a mozgás, a zene, a képi megvalósítás, a színek, a, a, a díszletelemek. Nagyon szeretek olyan helyen dolgozni, ahol a díszlet szinte természetéből fakadóan él. Ilyen hely volt ez a Bazilikának a lovakterme is, ahol, ahol nagyon izgalmas térben, én nekem mindig a Fórum Románum jut eszembe Rómában. Há, hasonló ívek vannak, és, és hát bő magasság is 6-8-12 méter, sőt, 15 méter is helyenként, és, és, és tégla az egész. De olyan jól megélt tégla, már ugye bő 150 éves, ha jól emlékszem, 1867-ben adták át a Bazilikát, és, és hát akkor minimum 150 éves, ugye már lassan. Na és hát itt csináltuk ezt meg, a Duna TV egyébként föl is vette, és október 20-án le is adta, szeptember 20-án volt a bemutatója. Na és ezt az előadást aztán vittük Szegedre, Pesten is voltunk több helyen vele, de túl vagyunk egy erdélyi, egy kárpátaljai turnén, és most délvidékre érkeztünk. Az ötödik kerület, a belváros Lipótváros támogatásával tudtunk kifejezetten Volmut István és Szentgyörgyvölgyi Gábor képviselő uraknak a támogatásával, a, a testvérvárosokba próbáltuk először elvinni, és akkor erre még sikerült rászervezni előadásokat, egy kis támogatást még szerezni, és Erdélyben öt előadást csináltunk, Kárpátalján egyet, most volt Délvidéken kettő, és megyünk felvidékre is május végén. Az ez a topolyai ökumenikus találkozó egyébként szintén a belváros Lipotváros segítségével jött létre, és az a reformátusok, görögkatolikusok és római katolikusok, talán evangélikusok is voltak ott, nem tudom pontosan, mindenkit nem ismertem, de ismertem Erdélyből a Portik hegyi Kelemen atyát, aki a gyergyói plébános kanonok úr, és több például felvidékről a Búza Zsoltot, a református lelkészéket. Tehát jó volt egyrészt nekem is találkozni Osztie Zoltán atyát, a belvárosi templomnak az igazgató, igazgatóját, és több más katolikus szellemiség is volt itt, egy fantasztikusan gyönyörű templomba, a topolyai, Hát majdnem, mint egy katedrális úgy néz ki, uh, fantasztikus belseje van, gyönyörű az egész, de előtte halónak magyar kanizsán viszont egy olyan álomszerű uh, kis templomban játszottunk, ami mint egy kis ékszerdoboz olyan, és olyan akusztikája volt, hogy én még ilyet nem hallottam. Akárhol voltam, be, ellenben a, hallottam a bazilikának a lovagtermét, azt is bárhol megszólalsz, még a, ahol nem látnak, ott is pontosan hallják, értik, amit mondasz. Fantasztikus volt, nagy élmény volt tényleg ott játszani, és uh, hát utána meg nagyon finom vacsora várt egy uh, magyar kanadzsai barátunk, a Jónás Gabriellának, művésznőnek a régi gyerekkori vagy barátai, és ők hívtak meg egy olyan nagyon finom nyúlból és őszből készült levesre, ami van, meg másra is, csak az valami csodálatos volt. És hogyan jött neked a, a kapcsolódás a, az elcsatolt országrészekhez? Erdélyt említetted, felvidéket, délvidéket. Mi ez az erős kötődés? Vannak családi szállak esetleg, vagy, vagy ez, 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 a magyarság tudatodból fakad, hogy, hogy, egy, egyfajta misszió az, hogy, hogy mindenhova elvitt Pilinszkit, Sik Sándort és ezeket a, az előadásokat? A részben a génjeimben vannak édesanyám felvidéki, barti, Édesapám családja, tehát az őseink, azok Erdélyből jöttek. Mai napig az a négy lófőszékei nemes család ott van Dányon, tehát a, a falu gerincét alkotják. Ők Erdélyből jöttek az 1300-as években. És hát ezek az ősi erők, gondolom, működnek bennem. Az is vezérel, hogy édesanyám tulajdonképpen sose érezhette sehol otthon magát, mert ugye Barti volt, itt járt középiskolában, és valahogy azt éreztem, hogy igazán otthon nem tudott sehol se lenni pont emiatt, hogy, hogy, nagyon kötődött ugye felvidékhez, de itt élte az életének a egyik részét, és, és ettől valami furcsa állapot ez, hogy, hogy ö, nem olyan egészen, mintha valaki mondjuk vidékről följön Budapestre is. Ott is megtartják, egy Debreceni az mindig Debreceni marad, és a Debreceniek összegyűlnek itt ö, Pesten, és tartják egymással a kapcsolatot, de de ez valami más. És a leszakadt ország részekben nagyon magukra maradtak az emberek. Ö, nagyon érdekes, hogy Például most még inkább uh, hiába van technikailag elérhető televízió, uh, internet, meg minden, de ez a mai világ, ami uh, ugye elorozza az emberek gyökerét, vagy leszívja, uh, ez, ez nem annyira kedvez annak, hogy megmaradjon mindenki ott, ahol van annak, ami mert én ebben látom a, a, fontosságot, hogy azok maradjunk, amik vagyunk, aminek az Isten teremtett. Ne csak olyanok legyünk, amilyenek vagyunk, hanem azok, amik vagyunk. Ez nyilván nagyon nehéz megvalósítani. Én nagyon örülök, ha itt találkozom egy erdélyi emberrel, egy felvidéki emberrel, egy délvidéki emberrel. De azok, akik valóban annak tekinti Mag, akik valóban annak tekintik magukat, azok általában itt is megtartják azt a ö, ö, kulturális ö, ö, hovatartozást, azt a szellemi örökséget, ö, próbálják meg itt kamatoztatni. Ellenben, akik átjönnek, ö, és mondjuk gazdasági okok miatt csak, azok ö, általában beolvadnak. Ö, itt is, mint ahogy ott beolvadnak nagyon sokan, mert a kultúrájukat nem élhetik, Kárpátalján nem beszélhetnek magyarul, tehát az azért már nagyon-nagyon kemény helyzet. És például Kárpátalján említetted, hogy egy előadásotok volt, ott hogy fogadtak titeket úgy a magyarok, a kárpátaljai magyarok, mint mondjuk a kárpátaljai ukránok? Tehát hogy milyen, milyen fogadtatása van egy ilyen előadásnak? fantasztikus fogadtatása volt Rahón az előadásnak. Voltak olyanok, akik már nagyon kevéssé beszéltek magyarul, és mégis, hál' Istennek telve volt a templom, egy elég nagy templom volt, és mégis azt mondták, hogy mindent értettek. Tehát nagyon sok anyagot szedtem Sik Sándor levelezéséből, az édesanyjával való kapcsolatot erősítettem. Próbáltam egy párhuzamot vonni, ugye a Keresztútban a Krisztus és a Szűzanya, és itt a Sik Sándor és az édesanyja állapota között, illetve az írásokból azokat szemezgettem ki, amik arra utalnak, ahogyan aggódik a fiáért, vagy ahogyan a fiának hiányzik az anya. Siksándor tíz éves korában került a Piarista gimnáziumba Pestre, és 11 14, vagy hány év, valahány éves korában már szerzetesként élt ott. Tehát hamar elszakadt a szülői háztól, ő, ő, mindig is Gödöllőt tekintette otthonának, hiába született Pesten, és volt szerintem egy ilyen gyermekkori otthon vágya, ami, ami úgy érzem egyébként, hogy édesanyám is benne volt Hajdanában, Danában, tehát nem olyan könnyű ezzel megküzdeni. Most itt a délvidéken, ahogy jártunk, én több darabban játszom, a Magyar Környezsai Udvari Kamara színházban is, Szabadkán is játszottam most vendégként. De elég jók a kapcsolataim az emberekkel, az ott lévőkkel. Szabadkán is játszottuk ezt a siksándor darabot. És uh, itt uh, úgy érzem, hogy uh, olyan nyitottak voltak erre az előadásra, és azt a fajta áhítatott, és azt a fajta uh, letisztult uh, Isten kereső uh, pillanatokat uh, nagyon együtt tudták velünk megélni. Beszélgettünk utána mindott itt a konferencia jegyében egy vacsora volt, és emberekkel, nagyon sok emberek nagyon tetszett, és nagyon hálás volt, hogy eljutottunk oda, és elvittük. Nagyon sok színű ez a színházi világ, tehát én magam nagyon sokat forogtam ebben, mint, mint szakíró. Kevés helyen van igazán szakrális, nyilván mit nevezünk szakrálisnak, erről beszélgethetnénk egy három-négy órát, ez biztos, de kevés helyen van az a klasszikusan szakrális színház. Ugye most a Nemzeti Színházra úgy pályázott Vidnyánszki Attila Eperjes Károlyjal, hogy ők szakrális színházat szeretnének csinálni. Most kezdődik a keresztény színházi fesztivál, több olyan kezdeményezés is van, ami a szakralitást újra bevinni a teátrumokba. Hogy látod, van ennek helye, van ennek felvevő rétege, felvevő piaca? Nézők mennyire nyitottak arra, hogy, hogy egyértelműen szakrális színház legyen? Én azt hiszem, hogy egy kicsit vannak éhezve erre a nézők. A tapasztalatom az, hogy nagyon jó házak előtt játszunk. Én 2011-ben rendeztem azt az előadást Paul Claudel műveiből, a Költő a kegyelem árnyékában című szintén összművészeti produkciót, és azóta érdekes módon abban az évben még egyet rendeztem, ami egy kicsit ilyen szakrális volt, egy mesét Pilinszkinek a az Égésföld Gyermeke az volt a címe a darabnak. Veszprémben a játékszínben játszottuk, és ott rendeztem meg. Ami szintén egy picit magánhordozta a szakralitás kézjegyeit. Egyrészt a bibliai idézettel kezdődött, azzal fejeződött be, megpróbáltam olyan módon színesebbé tenni az előadást, hogy a magyar néptánc szakrális motívum rendszeréhez is hozzányújtam, az egyik mesét, úgy dolgoztam föl, hogy kifejezetten ennek a témakörnek a képi mozgás megvalósítását kértem Gubírita volt a koreográfusom. És azt hiszem, ott is én próbáltam már a gyerekek köré, vagy között is elhinteni azt, hogy ennek van egy belső, letisztított útja, és ha befelé is figyelünk, miközben kívül kapunk Impulzusokat, akkor még fantasztikusabban lehet együtt megélni azt a színházi előadást, azt a pillanatot. Most éppen, ugye claude volt szó, hát talán, ha Isten is úgy akarja, akkor esetleg jövőre Avignonban megpróbáljuk ezt az előadást elvinni. Vannak rá utalások, hogy ez esetleg működhetne de most egy különleges munkával készülök bemutatkozni, az pedig Avilai Nagy Szent Teréznek a látomásait próbálom majd színre vinni, szintén egy összművészeti produkcióban. Mit jelent számodra az, hogy összművészeti? Ahol a hasonló módon táplálja az előadást a, mozgás, ami nem tánc, hanem az előadásnak egy rituális ö, ö, mozgásvilága, aztán a képi megvalósítás, a szeretem, ha egy-egy ha jelenet szinte mint egy festmény önállóan is meg tudnáli, és élő kortárs magyar zenét ö, hallhat a néző minden előadásomban élő, mai zeneszerzőket használok, koreográfust és zenei anyagot próbálok földolgozni. Tehát az anyag pedig adja magát, és tényleg úgy írjuk meg a darabot, hogy igénybe veszem a színészeket is, tehát kíváncsi vagyok az ő véleményükre, meg hogy mi hangzik a szájukból, hitelesnek, meg mi az, amihez ő belülről ragaszkodna. Tehát azt próbálom ki domborítani minden szövegszövetből, amit annak a színésznek több szempontból is jelent az a gondolat. Megnézni rá, hogy ő milyen mozgásban érzi jól magát ez esetben. Megnézni azt, hogy hogy tudunk kooperálni egyszerre minnyájan. A zene hogy tud szülni olyan pillanatot, ami aztán a szó kitejesedését jelenti, és olykor, olykor, akkor pont ezért mondjuk lesz belőle egy operai hangvételű ének. Tehát én azt próbálom, megteremteni, hogy a dolgok úgy súlyozódjanak, hogy mindegyik hasonlóképpen fontos legyen, mind a képi, a mozgás és a zenei és a szövegszövet. Mondhatni, hogy állandó társulattal dolgozol, de mégsem igazi társulat, hiszen nincs kőszínház, ahol állandóra játszanátok, nem, nem hivatalos formában vagytok egy társulat. Nem hiányzik, vagy nem szeretnéd ezt valahogy formába önteni? Hogy ezt az állandó, szinte állandó társaságot, akikkel együtt játszotok, együtt alkottok, hogy, hogy bevinni egy kőszínházba? Nincs, nincs rá esély, vagy nincs rá kedv, vagy... Én ezt még úgy nem próbáltam. Nagyon nagy energia lenne, azt hiszem, eleve megszervezni egy ilyen ö, kőszínházi jelenlétet, ahhoz egy állandó pénzforrás kell, ami azt szolgálja, hogy működjön szervezetileg is a dolog. Amit én csinálok, azt abban sokkal több munka van, de sokkal célirányosabbak a pénz felhasználások. Tehát Nyilván én nekem sok olyan munkát is el kell végeznem, ami, hogyha lenne egy közszínházam, és kapnék egy ilyen lehetőséget, mondjuk, hogy lenne egy keresztény szellemiségű magyar kamaraszínház, akkor szívesen társulnék ott, vagy akár vinném is az egészet, de akkor valószínű, hogy az első időkben nagyon erősen azzal kellene foglalkozni, hogy hogyan tudja az ember ezt a színházat menedzselni, hogyan tudja föntartani. Így nagyon sokszor próbálunk nálam olyan helyeken, ahol, ahol ajándékba kapjuk a próbatermeket, tehát sok olyan költséget uh, tudok uh, úgymond megspórolni, amit ha egy uh, színházat föntartanék, nem tudnám megspórolni, és sokkal drágább uh, lenne egy uh, előadásnak a kivitelezése. Amit az előbb még akartam mondani, hogy a Clodel után jött egy nagyon-nagyon uh, szép előadásunk, az Aqua amivel a tavalyi keresztény színházi találkozón, fesztiválon mi is jelen voltunk. Sajnálom, hogy ez a Sik Sándor nem került meghívásra, az idén pedig azt éreztem, hogy ott a helye. Nagyon jó előadásnak mondják, és uh, hál' Istennek uh, szép számú uh, előadás már uh, meg is történt, tehát mind az erdélyi körút uh, itt is ment. Örülök neki nagyon, és úgy néz ki, hogy még egy pár helyre uh, fogunk is ezzel az előadással meghívást kapunk. Említetted Pilinskit Sik Sándort, Klodelt, Ö ők állandó állandó személyek a te életedben. Hogyan, hogyan választod a műveid alapját, a, a, műveid központját? Most említetted ugye a vilai nagy szenterészt. Hogy jött Pilinszki az életedbe, Sik Sándor és, és a vilai szenterész? Pilinszkit 1975-ben ismertem meg. Személyesen? Igen, gimnazistaként. Egy költődiák találkozón, Erősen hatott rám az ő iszonyatosan égő, tüzes személyisége. És uh, pont tőlem kérdezte meg, hogy melyik terem, hogy kell oda jutni. Uh, nyikhaj gyerek voltam. 53 kiló, 187 cent és ennél hosszabb hajú <laughs> srác. Uh, és bár ez is valahogy úgy érzem, hogy valamilyen találkozási pont volt. Aztán sokáig nem nagyon mertem én az ő ö, munkáit ö, úgymond interpretálni, de egyszer csak elérkezett a pillanat. Talán az első komolyabb ö, ilyen versszínházi produkcióm az a szilágyi domokos kényszerveszállásai volt amit Lőrinszky Attila a bőgőművésszel uh, hoztam létre. Na és akkor utána jött egy másik, ami erőteljesen magyarság, a magyar anyanyelvnek a megmaradása uh, inspirált bennem, a Hervai Gizella. Tehát ő, az, a, ez a munka inkább már a határon túli magyar költők műveiből készült, a Hervai, Gizella naplójára épült, amit halála előtt írt Csóri Sándor felkérésére, illetve eh, invitálására, vagy inspirálására, eh, ami arról szólt, hogy hogyan tűnt el 400 ezer magyar eh, erdélyben egy emberöltő alatt. Tavaly még bemutattunk egy nagyon érdekes darabot, eh, visszatérve erre, eh, amit eh, szintén részben eh, az ő költői munkáiknak a fölhasználásával csináltam, de uh, egy kifejezetten délvidéki darabot, ami uh, április 26-án mutattatott be Szabadkán, az volt az ős bemutató, és utána a Budapesti Új Színházban uh, mutattuk be június 1-én uh, Isten nyugtassa jó barátomat és kollégámat, uh, Bicskei Lukácsot, ő volt ennek a Darabnak a főszereplője. És uh, ezek, ezek is, uh, tehát olyan messziről És Van egész egy emblematikus idály. címe is ennek az előadásnak, amit szintén Lukács. É, igen, adott neki. igen. igen. A címe eredetileg az volt, hogy Délkeresztje Trianon árnyékában. És akkor úgy április eleje felé oda jön hozzám a Lukács, azt mondja, te ez nem jó cím. Nem jó cím, olyat kellene, amire harapnak az emberek. És kérdezem, mi? Azt mondja, sose volt, hogy az élet megdöglik Trianon árnyékában. És ezt a címet ő találta ki. És hiszem, hogy azért találta ki, hogy, hogy utat mutasson nekünk, hogy tényleg nem dögölhet meg az élet Trianon árnyékában. És most, hogy ő elment, megy tovább az előadás valaki mással, vagy, vagy ez annyira ő, ez az nem, előadás? Nem nagyon hogy... szeretném. Nem nagyon szeretném. Én azt hiszem, hogy nem. Tehát én valahogy annyira ő vele együtt gondolkodtam ebben a darabban, annyira fontos volt ő a számra, Egy emblematikus figurája volt ennek a történetnek. Én azt hiszem, hogy ez megmarad úgy, ahogy van az ő emlékére. Minden egyes előadásod, minden egyes darabod, amit te alkotsz, nem csak írsz, hanem rendezel is, annyira hozzád tartozik, hogy ki tudnád adni a rendezést a kezedből? Hogy mondjuk egy egy pilinszkét, egy százgyökérű szívet, egy, egy mondjuk az avilai szent terézről készült előadásodat, hogy más rendezze meg, azt, azt úgy meg tudnád tenni, Aha. vagy nem is, nem is fontolgatsz ilyet, hogy vagy, mm, vagy másnak nem, írni darabot? Nem nagyon, nem nagyon fontolgatok. Látod, ezt a darabot, ezt a sose volt, hogy az élet megdöglik, megdöglik trianon árnyékában, ezt el tudom képzelni, hogy más megrendezi másokkal, ezek, ezek a darabok akkor is ott születnek meg, tehát ez alatt a próbaidőszak alatt úgy érzem, hogy nagyon hozzám tartoznak. De persze természetesen az Aracsban megjelent egyébként az egy dévidéki irodalmi folyóirat, és abban megjelent ez a darab, ez a színdarab. Ezt el tudom képzelni, hogy más megcsinálja. Az Aquaszakrát már nem tudom, hogy, hogy, hogy más ugyanígy csinálná meg, de nem is biztos, hogy ugyanígy kellene. A költő a kegyelem árnyékában pedig annyira nem tudom. Meg kellene ezt nézni, hogy Hogyha valaki ezt meg akarná csinálni, akkor arra fele megy e, amiről szól a darab. Tehát én kifejezetten a, ezek mind egy kereső, útkereső színdarabok, amik arról szólnak, vagy előadások, amik arról szólnak, hogy hogyan találjuk meg az utunkat Istenhez vagy a bennünk lévő Isten arcot uh, hogyan tudjuk előszedni. Nyilván megcsinálna más is, uh, ha ezt a mottót megérti, akkor szerintem meg lehet uh, csinálni. Visszatérve Pilinszkire, uh, ő, ő nagyon foglalkoztatott, és csak 88-ban kezdtem el konkrétan, hát megmutatni, ami bennem van belőle. És az elsőnek az volt a címe, hogy Vesztőhely télen. A második Pilinski darab az a meditáció, az már egy összművészeti produkció volt, ahol a zene, a mozgás ugyanolyan fontos volt és ezzel bejártam szinte egész Európát egy fotókiállítás keretében, ami mindig ott maradt három-négy hétre abban a városban, ahol csináltuk. Német városokban is csináltuk, német felirattal, Kárpát-medence szinte minden nagyobb városában voltunk vele. Úgy érzem, hogy ezzel egy egyfajta a missziót is segítek élővé varázsolni. Ez pedig az, hogy a magyar költőket, illetve a keresztény magyar költőket egy kicsit jobban megismerje a körülöttünk lévő magyarság, és a mi nemzedékünk is, illetve az ifjú nemzedék. Ugye Sik Sándor cserkész, a magyar cserkész, egyik megalapítója volt. Nagyon fontosnak tartom, hogy Eljusson ez az előadás. Ha Isten megsegít majd ö, ö, olyan cserkész ö, ö, csapatokhoz is, vagy cserkész ö, ifjú közösségekhez is, ami esetleg Ausztrália, akik már kiszakadtak ebből a valós magyar i életből, de ott még tartani akarják a gyökerüket, és fontos nekik, és ö, ő nekik nagyon-nagyon sokat tud mond nagyon-nagyon sokat tud mondani ez az előadás, azt hiszem. Erdélyben nagyon érdekes helyzet adódott. Csíksomjón játszottuk délután háromkor az előadást, este hétkor már Gyergyószert Miklóson, és fölkértek a cserkészek, hogy ő nekik megy a buszuk egy órakor, hogy csináljuk már meg 11 kor is az előadást. Hát mondtuk, hogy jó, természetesen nekik bármikor, még ha éjjel egykor, akkor is nagyon-nagyon jól sikerült. Hát aznap éppen három előadást csináltunk. A következő nagy előadásotok, ezek szerint, ahogy mondtad is, az idei művész, szakrális művészetek hetén lesz, a Vilai Nagy Szent Teréz születésének 500. évfordulója alkalmából. Hol lehet majd ezt látni? és, és természetesen nem lelőve a a, a történet végét, de egy picit, picit vezes be minket abba, hogy, hogy mi is lesz az idei szakrális művészetek hetén a bemutatód. A címe: A remény profétája a nő, aki megváltoztatta a világot. Még itt nagy döntések előtt vagyunk, hogy ez legyen a teljes cím, vagy csak az egyik fele legyen meg. De a Bazilika templomában lesz, ha jól emlékszem, szeptember 26-án este, és ez a belvárosi művészeti napoknak a nyitónapja is, illetve egyik nyitónapja is, ami nagy örömömre szolgál, és így próbáljuk meg ezt a kettőt ötvözve létrehozni, ezt az előadást. Hogy utána hol fog menni, hol mutatjuk be tovább? Há, a, nyilván bemutatjuk, mert az, ahol készül, nagyon sokat dolgozunk rajta a Kármelita e, rendház vezetőjével, a Budapesti e, rendház, a Huba utcai rendháznak a vezetőjével, Imre Atyával, ő segít nekünk e, elmélyedni. A Vilai Szent Teréz életében, és tulajdonképpen az ő látomásaira épül ez az előadás hétképpen. Hát csak ennyit most. Hát akkor izgatottan várjuk a, a szakrális művészetek hetét, és azon belül is a, ezt az előadást. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és beszélgethettünk. Én is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a nézőknek a figyelmét. Isten megáldja magukat. És önöknek pedig köszönöm, hogy hallgatták ezt a beszélgetést, tegyenek így a jövő héten is. Addig is, hogyha észrevételük vagy kérdésük van, akkor bátran hívják a közönségszolgálatot, vagy írjanak nekem levelet, tartsanak velem a jövő héten is, addig pedig ne felejtsék el szeretni egymást viszontlátásra.